Rengeteg módon karbantarthatjuk a testünket, például futással. Viszont manapság nagy népszerűségnek örvend az edzőtermi edzés. De hogyan kezdjünk neki, és milyen szempontokat kell figyelembe vennünk? Az hamarosan kiderül. Ez a másik edzőterem, ugye van csapon a fő edzőterem, az volt a legelső. Azt 3 éve nyitottuk meg, de azért már 13 éve foglalkozok edzősködéssel. Ott, hol kezdtem el a házunk alaksorába, pincébe, srácokkal, és úgy kinőtte magát ugye egy edzőteremre, illetve most már ez a második, amiben így dolgozunk. Ugye eleinte egyedül dolgoztam, most már edzőkkel együtt dolgozok. Tehát van egy kis csapat, aki velem együtt működik, és segít ebben, hogy ez működjön. Volt-e valamilyen nehézség, amikbe az eleinte ütköztél, amikor megnyitott az edzőterem? Hát igazából nehézségek nem voltak, tehát ugye mivel otthon már foglalkoztam edzésködéssel, tehát volt egy elég jó klientúrám, tehát igazából ezzel nem volt semmi gond, tehát elég könnyen át tudtunk menni. Tehát kihívásokat én mindig is szerettem, szeretek mindig új dolgokkal foglalkozni, és ez nekem nem igazából jelentett kihívást. Mi a te pontos foglalkozásod? Hát mi a foglalkozásom? Hát személyedző végzettséggel rendelkezek, táplálkozási tanácsadó vagyok, életmódváltási tanácsadó, illetve most diétológiát tanulok egy ukrán iskolánál. Miért fordulnak egyáltalán a kliensek egy személyedzőhöz, egy személyedző tapasztalatát, miért kérik ki? Ugye nálunk Ukrajnában inkább a túlsúly az, ami motiválja az embereket. Ugye a klienseink nagy része az inkább nő, aki szeretne fogyni. Európában már ugye azért járnak prevencióból edzőterembe, hogy megelőzzék a különböző betegségeket, illetve hogy az életminőségük jobb legyen. Tehát nálunk most még inkább a túlsúly az, ami motiválja az embereket, ezért jönnek inkább hozzánk ugye az edzőterembe. Tudsz nekem pár dolgot mutatni, hogy mi az, amikor bejön valaki, én még soha nem jártam edzőterembe, és el szeretném kezdeni. Mi az az első lépés, persze, amivel kezdjük? Először is megkérdezem tőled, hogy van-e valamilyen egészségügyi kihívásod, amire tudnom kellene, bármilyen törés, trauma, vagy betegség, műtétek esetleg, amit el kell, hogy mondjál, ugye, hogy úgy kezdjük meg az edzést, hogy ezeket nekem tudni kell, hogy ne okozzak neked sérülést. Utána elkezdjük, nem tudom, akkor van valamilyen egészségügyi kihívásod, amiről tudnom kellene? Nincs, hál' Istennek. Nincs. Jó, akkor jön meg így középen, elkezdjük a bemelegítést, gimnasztikai bemelegítéssel kezdjük mindig el, tehát a fejjel is úgy megyünk lefele, tehát ugye fej előre hátra, jobbra balra, ugye kezeket leengedjük magunk mellé, és akkor csinálunk belőle 6-8 ismétlést. Ha ezzel megvagyunk, akkor utána következik a vállkörzés, ugye bemelegítjük magát a testet, ez nagyon fontos edzés előtt. Ugye sokszor edzőteremben észreveszünk azt, hogy emberek bejönnek a terembe, rögtön elkezdenek edzeni edzés, tehát bemelegítés nélkül, ezáltal megsérülhetnek. Tehát ilyenkor mindenképpen szólunk nekik, hogy egy minimum egy bemelegítés azért csináljanak meg, mert ugye ez helytelen. Utána jön a karkörzés, előre karuk egyenes, utána hátra, szintén ismételjük 6-8 alkalommal, és akkor majd folytatjuk a könnyöknek a bemelegítésével, tehát ilyen könnyök, igen. Utána jön a csukló, utána jönnek törzsdöntések előre, hátra, jobbra, balra. Ezekből is csinálunk 4-et, tehát 6-8-at igazából. Mennyire veszed észre, hogy vannak olyanok, akik csak azért jönnek edzeni, hogy fényképezkedjék magukat a tükörbe és persze, osztolják? Persze, ilyen mindig van, tehát mindig úgy szoktam kezdeni az edzést is, ugye, hogy az edzőteremnek a bérletéhez jár egy ingyen selfie, tehát ez benne van. Ugye vannak ilyenek, akik eljönnek az első edzésre, ugye az általában az én próbaedzés szokott lenni, elkészül egy-két selfie, és az ember utána eltűnnek, hát ilyen is előfordul. Nagyon sokan azt hiszik, hogy maga az edzés az egy nagyon könnyű, nagyon jó dolog, ami igazából igaz is, de viszont a másnap izomlázat nem mindenki tudja elviselni, és előfordul, hogy második edzése már nem jönnek el hozzánk. Nem a divatból járó emberekkel foglalkozok, hanem aki tényleg komolyan szeretne edzeni, vagy komolyan foglalkozna magával vagy az egészségével. És ezt minden alkalommal mindenkinek meg kell csinálni? Vagy igen, igen, ezt mindig kell, tehát ennélkül soha nem kezdjük az edzést. Illetve ilyenkor, amikor te ezt csinálod, akkor megfigyelem a testedet, hogyha látok valamilyen rendellenességet, azok ilyenkor ki szoktak jönni. Hát ugye előjöhet valamilyen izületi fájdalom, illetve hogyha van valamilyen gerinc vagy csont izületi ferdülés, vagy bármi, az ilyenkor szokott látszani. Vagy valamilyen mozgás, koordinációs zavar, ezeket ilyenkor kiszűröm, és a továbbiakban ezt felhasználom ugye az edzésnek az összeállításában. Tehát ha megyünk, akkor állunk a futógépre, ugye egy 5 perces kis könnyű futás következik, állunk rá a másikra, megnyomjuk a zöld gombot, egyszer, még egyszer, a gép el fog indulni, megnyomjuk a 6-os gombot itt felül, ez egy ilyen gyors gyaloglás lesz majd. 6-ost, igen. Ezért tudunk közben beszélgetni is, remélem. És
hogyha valaki egyáltalán nem ért a gépekhez és bejön, akkor csináltok egy ilyen általános bemutatást? Hogy hát, ha jön egy valaki, tehát edző nélkül szeretne edzeni, és soha nem edzett, akkor mindenképpen körbe vezetjük az edzőterembe, megmutatjuk nekik a helyes használatát a gépeknek, eszközöknek, és utána pedig már ugye önállóan edz. Ha edzőt választ, edzővel szeretne edzeni, akkor természetesen mindig az edzést vezetjük végig, odafigyelünk a kliensekre. Hogyan választott ki az edzőket, akik itt edzenek? Akik nálam edzősködnek, azok általában később kezdtek el ugye tanulni. Tehát nekem mindenféleképpen fontos a kommunikáció, hogy jól tudjanak a kliensekkel kommunikálni. Tehát maga a tudás az kevés hozzá. Hogyha megvan a megfelelő kommunikáció, a sport iránti szeretet, utána szoktam leülni velük beszélgetni, felajánlok nekik egy ilyen lehetőséget, hogy tanulják meg ezt a szakmát, és akkor, hogyha beleegyeznek, akkor elvégeznek mindenképpen egy minimális tanfolyamot, ez már Ukrajnában is van, régen ilyen nálunk nem volt csak Magyarország területén, és aztán pedig elkezdünk velük dolgozni. És folyamatosan képzéseken vesznek részt, akkor folyamatosan fejlesztik a tudásukat. Az első edzés az mindig egy alap átmozgató edzés, ilyenkor egy teljes test edzést hajtunk végre, ilyenkor guggolással szoktuk kezdeni, és akkor megkérnélek, hogy guggoljál. Mindegy, hogy hogy? Mindegy, ilyenkor azt akarom nézni, hogy te hogy guggolsz, és akkor majd kijavítom utána. Jó, tehát álljál föl. Az első hiba ugye az volt, amikor elkezdtél guggolni, hogy a térde nagyon előre felement, ez már hibás. Tehát a csipőt kell hátra tolnod, kéz előre felemel, és akkor guggolsz helyesen. Ez a 90%? Igen. 90 fokos? Igen, nem guggolunk mélyen. Jó, nézz a tükör felé, hogy lássad magadat, fordulj meg, légy szíves. Igen, szélesebb lábtartás, szélesebb terpesz. Igen, lábúj kifele fordít kicsit, és akkor így guggolsz, igen. Guggoljál, légy szíves, egy tízest. Levegő fel, kifúj, lebeszív. A térd az ne menjen a lábujjad elé, tehát arra figyelj, hogy a felekedet kell hátra kinyomni a csípőt, mintha egy székre ülnél le, úgy néz ki a guggolás. Ugye, hogyha a kliens edzővel dolgozik, akkor nem követel semmi hibát, mert le van követve végig a mozgás formája. Megvan a tízes. Jó, ilyenkor csinálok egy nyújtást, láb hátra felemel, lenyújtjuk a combizmot, ilyenkor a bélkeringésű vér beláramlik az izomba, ki... Itt kell érezem? Igen, érzel nyújulást. Hogyha az embernek nincs ideje eljönni edzőterembe, de már van gyakorlata, otthon tud edzeni egyedül? Igen, tud edzeni otthon is egyedül, vannak különböző otthon végezhető edzések, akár eszközök nélkül is, tehát lehet, hogyha eléggé motivált. Otthon edzésben az a gond, hogy az ember szeretne, de nem csinálja meg. Megsajnálja magát, nem csinálja végig az edzést, de egyébként lehet, igen. Tehát főleg akik komolyabban foglalkoznak vele, azok ezt megcsinálják. Milyen fajta sport vagy edzésfajták vannak? Hát edzésfajta igazából van rengeteg fajta, tehát nálunk mindig az emberhez mérjük, tehát hogy mit fog éppen csinálni. Ugye vannak erőedzések, vannak funkcionális edzések, tehát ez rengetegféle fajta van. Tehát egyedül csoportos edzések nálunk nincsenek, tehát az ilyen különböző fitness mozgásformák, de ezen kívül pedig nagyon nagy a paletta. Igaz az, hogy egy kardioedzéssel kell úgymond bemelegíteni? Tehát, hogyha például valaki idáig eljön biciklivel, az már egy bemelegítés? Igen, de mindenképpen megcsináljuk a gimnasztikai bemelegítést, amit neked is ugye megmutattam. Tehát bárhonnét, bármivel jön ide, azt mindig ezt megcsináljuk. De egyébként ez is igaz, igen. Csinálunk még valamit közben? Hát csináltunk egy pár fekvőtámaszt akkor. Nézzük meg, hogy milyen jó fekvőtámaszt tudsz csinálni. Tehát, hogy lemegyünk a földre. Először mindig megnézem, hogy te hogy csinálod. Ja. Na ez szuper, tehát hát egyenes, nagyon szép. Tehát látszik, hogy valószínűleg már jártál azért valahol edzeni. Jó, és akkor csinálj bele egy ötöt. Igen? Na ez nagyon szuper, jó. Hát ilyenkor igazából nincsen semmi dolgom, mert jól csinálod, tehát nem kell semmit mutatnom. Ilyenkor oda megyünk ez a falhoz közben. Ugye minden gyakorlat után csinálok nyújtást az adott izomcsoportra, tehát megfogod, kifordulsz, a mellkast nyújtjuk le. Igen? Nyújtás az nagyon fontos, mivel ilyenkor a vérára megnő abba az izomcsoport, amire dolgoztunk, ezáltal tápanyagot juttat az izomba, illetve ugye a szabad gyököket, ami a gyakorlat végrehajtás között termelődött, azokat kiviszi. Bár ezt nem szoktam elmondani, mert nagyon tudományosnak hangzik, és a kliensek úgy sem értik, de hogy igazából a nyújtásnak ez a lényeg, és nagyon fontos. Divatba jött most ez a hitedzés, te erről mit gondolsz? Vagy ez ajánlott? Igen, ez inkább Amerikából indult igazából el, Európában is használják. Elég jó edzésforma, nagyon kevés időt vesz igénybe az, hogy megcsináljátok, hogy megcsinálják az emberek. Igazából ez is lehet egy jó vonal irányzat. Tehát igazából ez egy nagyon rövid, egy 15-20 perces edzés. Lebontva, tehát van egy 1-2 perces dinamikusabb része, illetve van egy 1-2 perces pihenő része. De mindenképpen egy haladóbb edzésformának adnám, vagy gondolom én legalábbis, mivel nagyon fontos a megfelelő
felkészültség, tehát ugye akinek van valamilyen kardiovaszkuláris gondja, tehát állóképesség, gel vagy a szívérendszerre vannak valami gondja, azoknak nem ajánlom. Tehát, hogy mindenképpen egészséges ember végezheti csak el. Ha már az egészséget említett, ugye vannak például cukorbeteg emberek, akiknek eleve a táplálkozására is oda kell figyelni. Azoknak milyen teljesen más edzésforma és teljesen más táplálkozás? Maga az edzésforma az igazából az ugyanaz, tehát semmiben nem különbözik a úgymond egészséges emberektől. Egyértelmű, hogy az étrendre oda kell figyelni, és teljesen másképp esznek. Ugye ez megint csak attól függ, hogy első vagy másik típusú cukorbeteg, vagy csak egy kezdődő inzulinrezisztenciáról van szó, tehát ez is megint más. Tehát ez változó. Edzhetünk, viszont vannak olyan hibák, amiket ugye nem látsz otthon. Mik azok a pontos hibák, amik el tudnak követni, akár egy kis súlyzózással is? Hát igen, attól függ, hogy megint csak, hogy az eszközzel hajtják ki, vagy eszköz nélkül. Hát mondjuk vegyünk egy gyakorlatot, amit te otthon mit szoktál csinálni, ha otthon edzel? Hát akár a kinyomás 3 kilóra. Jó, akkor vegyél egy 3 kilós súlyt, és mutasd meg, hogy te ezt hogy csinálnád otthon. Otthon nincs ilyen tükröm, de jó lesz így. Tehát szerintem fontos az, hogy egyenesen legyen, igen? Igen, mindig a szöget kell nézni, tehát ezt tükörben mindig meg tudod nézni, ezt így kirakod akarod oldalra, és akkor így fölfele kinyomod. Arra figyelünk oda, hogy felfele nyomjuk, tehát nem előrefele nyomjuk a súlyt, hanem fölfele, leengeded, kar, hogy egyenes. Ugye veled könnyű dolgozni, mert te jól csinálod rögtön, igazából nem sokat kell rajta javítanom. És ilyenkor milyen hibákat tud elkövetni valaki? Vagy hát például teljesen vagy pedig a könyökét előre szokta engedni, tehát igazából ezek. És hogyha egy kicsit hátrahajlik meg előre, az mennyire tud más irányba elmenni, vagy mennyire tud fájdalmat okozni? Hát annyira nem tud sérülni. Tehát általában ezek otthon végzett edzéseknél annyira nagy sérülés nem tud okozni, ha a kis súlyt használ. Persze egy rossz guggolásnál, egy rossz emelésnél, ott azért meg tud sérülni főleg a hátizma. Van ugye hát nagyon nagy divat most az, hogy a lányoknak szép kerek popója legyen, sokszor guggolnak. Mennyire súlyos az, hogyha öv nélkül guggolnak? Hát ugye az öv az akkor kell, amikor nagy súlyt használnak, de otthon megint csak azt mondom, hogy nem hiszem, hogy a nagy súlyt tudnának használni, amihez kellene öv. Tehát edzőteremben azért egy 30-40 kiló súly fölött azért már érdemes övet használni, hogy fixáljuk a gerincet, bár az övben is meg lehet sérülni, tehát maga az öv az nem kizárók ahhoz, hogy megsérüljön a képet csinálja. Tehát nagyon fontos, például tedd le a súlyt a földre, légy szíves. Tehát te jól tetted le a súlyt a földre, tehát így kell tenni, hogy általában az ember oda megyen, előrehajol, és így veszi fel a súlyt. Tehát ilyenkor ugye egy hátfájás előjöhet, egy becsipődés, ez így ugye nem szabad. Tehát az, ami fontos, amit otthon csinálsz, hogy mindig, ha felveszel valamit, akkor mindig le kell guggolni érte, és akkor így kell fölvenni. Tehát ez is, amikor a kliensek eljönnek, akkor ez az első, amit megmutatok nekik, hogy helyesen, hogy vegyék fel a súlyt a földről, de egyébként bármit, amit otthon fölveszel, egy nagyobb, nehezebb tárgyat, mindenképpen így kellene föltenni, vagy fölvenni. Tehát felétsz és a két súlyt, és tegyük vissza a helyére. Igen, az így jó volt. Lefekszünk a hátunkra, az edzés azt mindig hasonlom gyakorlattal szoktuk lezárni. A láb az ugye behajt, karok a tarkódra, és akkor egy hasprést csinálja, légy szíves. Tehát levegő, teljesen felkülülni, vagy nem, csak hasprést, hogy... igen. Tehát fölfele nézel, arra kell figyelned, hogy maga az állod, meg a mellkasod közé, azért az könnyűköd, hogy mi az beférjen a kezedre. Igen, tehát hogy nem húzod magadra a fejedet, ahogy igen, és fölfele nézel a plafon irányába, és akkor a levegő mindig fel, kifúj préssel, leenged, levegőbe szív. Picit fent tartsd meg egy pár másodpercig, tehát ne engedd magad rögtön, de hagyd feszüljön az izom. Jó, ez így nagyon szép. Picit a könnyököt enged hátrébb, igen, jó. Picit tovább tartsd meg fent a súlyt, na, jó. Igen, és akkor ebből egy tízest csináljunk akkor meg veled. Az edzés az ennyi már. Jönnek a lányok, és akkor mindig mondják, hogy akkor én csak a hasizmot szeretném erősíteni, meg a fenekemet, és már semmit. Ugye olyan, hogy helyi zsírégetés olyan nincsen, tehát a zsír az mindenhol ég a testünkről,
Tehát igazából ez egy tévhit, mondhatjuk annak is. Tehát mindenképpen a táplálkozás a fő a lényeg. Tehát mindig én azt mondanám, hogy inkább hagyjunk ki egy edzést, mint egy étkezést. Tehát az étkezés az 80%-a sikernek. Nagyon sokan ezt tudják, de sajnos mégis csak az edzésekre fektetnek több hangsúlyt. Tehát ez lenne a fő cél, hogy egy helyes étrend, 80% ezen múlik, és persze minőségi edzés. Hát akkor köszönöm szépen az edzést. Jó, és akkor feküdj vissza, légy szíves, és akkor adok neked egy kezet, és akkor felhúzlak. Oké. Okay. És akkor így. Ja. Jó. Köszönöm. Te ugye a táplálkozással is foglalkozol, amellett, hogy személyedző vagy. Sokszor halljuk azt, hogy a rendszeres testmozgás, a rendszeres táplálkozás nélkül egyáltalán nem működik ez a kettő egymás nélkül. Igen. Tehát legfontosabb mindig a táplálkozás, az étrend. Tehát 80%-ban az eredmény az mindig az étkezéstől függ. Tehát lehet egy nagyon jó összeállított edzésed, egy rossz táplálkozással nem fog működni, nem lesznek eredmények, viszont lehet egy nagyon jól összerakott étrended, egy helytelen, nem annyira precíz edzéssel, viszont érhetsz el eredményeket. Tehát inkább hagyj ki egy edzést, mint egy étkezést. Tehát ez nagyon fontos. Ezt sok ember ugye tudja, de sajnos nem tartják be. Tehát, hogy aki jön hozzád személyedzőként, akkor rögtön írsz fel neki helyes étrendet, és van egy előzetes vizsgálat, hogy előtte mit evett, mit fogyasztott? Igen, az mindig nálam úgy működik, hogyha megjön a kliens, ugye mindig van egy beszélgetésünk, mindig megkérem, hogy először egy heti étrendét azt írja le, tehát vesz egy füzetet, és akkor a hétfőtől, a következő hétfőig leírja időre, órára pontosan, mit, meg körülbelül mennyit evett. Ezáltal meg fogom tudni, hogy milyen az étkezés, az étrendje, felhívom a figyelmét a hibákra, amiket elkövet, javítok rajta, tehát 90%-ban általában mindig ki kell javítani, és ajánlok neki egy helyes étrendet. Tehát nem térünk rá soha diétára rögtön, ez nagyon komoly stressz lenne a kliensnek, tehát először megtanítjuk helyesen enni, és ha szükséges, akkor adok neki diétát, de általában azt mutatják a tapasztalatok, hogy már a helyes étrendtől is elkezdenek fogyni, tehát pozitív irányba kezdenek el fejlődni. Mik azok, ugye manapság, hogyha már el akarunk kezdeni edzeni, akkor internetes platformon meg az ilyen edzés körül mindig ott van, hogy aminosavak, BCA vagy proteinség, tehát ez mennyire fontos? Van, ami tényleg elengedhetetlen, vagy ezeket teljesen ki lehet hagyni ilyenkor? Hát ugye ezek táplálék kiegészítők, tehát hogy a táplálkozásunkat kell vele kiegészíteni. Ha versenyszinten beszélünk, akkor igen, mindenképpen kell, mert nem bír annyi húst vagy akár szénhidrát, ami szénhidrát igazából annyira nem kell, tehát nem ér annyi húst megenni a felkészülő versenyző, tehát ez mindenképpen fehérjéket beiktatunk, itt aminosavakat, tehát ezek fontosak. Hát én azért egy vitamin mindig ajánlok nekik, ugyan tudni kell az embereknek a részéről, hogy nagyon alul vannak táplálva, tehát bármilyennyire furcsán fog hangzani, egy 120-150 kilós ember alul táplált, mivel nincsen meg az a minőségi tápanyag, tehát az étrendjében szereplő ételeknek a nagy része az egy szemét kaja, én ezt így hívom, tehát nincsen bennem semmilyen tápérték, tehát tápértéke nincs. Tehát ezért mindenképpen ajánlanak egy vitaminkomplexet nekik, ez a minimum, és aztán pedig korrigálnak az étrendjét. Mi a legfontosabb? Tehát a protein a legfontosabb? Hát a legfontosabb az egy multivitamin lenne mindenképpen. Tehát ugye tudni kell, hogy a lányoknak a nagy része az megijed a vitamintól, rögtön azt mondják, hogy nem, én nem iszok vitamint, mert elhízok. Tehát nem a vitamintól fogunk elhízni. Tudni kell, hogy a vitaminok azoknak van szerepe a testünkben, tehát mindegyik vitamin valamilyen funkciókat javít. Ha elkezdünk enni vitamint, van egy rossz étkezésünk, a test jobban működik, ezáltal elkezd hízni. Hogyha van egy vitaminunk, egy helyes étrenddel, akkor a test elkezd ugye fogyni, akár zsírt veszíteni, mivel az anyagcsere, illetve az emésztőrendszerünk elkezd helyesen dolgozni. Megyünk edzeni, akkor előtte kell enni, vagy utána kell enni? Igen, előtte mindenképpen egy két órával kell enni egy nagyobb szénhidrát mennyiséget. Ugye nagyon sokszor előfordul az, hogy eljön a kliens, tehát nem eszik, hipoglikémiás sohamot kap, tehát ez azt jelenti, hogy leesik a vércukorszintje, hányinger, szédülés, nagyon ritkán előfordulhat ájulás is, bár ilyen még nálam nem történt szerencsére, tehát mindenképpen szükség van a szénhidrátra. Az edzés után pedig rögtön fehérjét kell fogyasztani, tehát hogy az izmokat hogy tudjuk helyreállítani. Ugye úgy tudom, hogy te sörfőzéssel is foglalkozol. Mennyire, és milyen szint, ugye teljesen természetes, hogy minden mértéktől függ, de mennyire lehet olyan házi készítésű alkoholt fogyasztani edzés mellett, vagy ez teljes abstinenciát igényel? Hát ugye mivel a világ az nem úgy működik, hogy mindenki tökéletesen betart mindent, tehát mindenképpen mértékkel alkoholt fogyasztani azért lehet, nem lehet megtiltani senkinek. Tehát mert emberekkel dolgozok, ez egy nagyon nehéz munka, tehát a sörfőzés az a hobbim.
tehát én kézműves sörfőzéssel foglalkozok, ez egy nagyon komoly technológiával rendelkező, tehát ilyen hobbi nálam, de nekem maga a menete, amit tetszik. Tehát ugye emiatt is kezdtem ezzel foglalkozni, és itt tudok pihenni, itt kapcsolódok ki. Mondhatjuk azt, hogy a te fő szakterületed az a fitness versenyekre való felkészítés? Hát készítettem már föl lányokat fitness versenyre, de igazából nem ez a fő profilom. Tehát most épp váltani próbálok, tehát most a táplálkozással szeretnék foglalkozni inkább. Tehát maga az edzői munkát inkább átadom az edzőknek, akik nálam most dolgoznak, és főleg erre akarok koncentrálni. Tehát észrevettem, hogy nagyon nagy hiány van jó dietológusokból nálunk Kárpátalján, tehát ezt a űrt szeretném megpróbálni betölteni a szerény személyemmel. Hány lány készítettél már fel eddig ilyen versenyekre, vagy kiből lehet egyáltalán fitness modell, bárkiből? Hát bárkiből azért nem, tehát genetikailag mindenképpen kell. Tehát volt már olyan, aki jött hozzám és szeretett volna versenyezni, de mondtam, hogy sajnos ő nem tud, mivel ugye a genetikai adottságai azok nem felelnek meg. Tehát két versenyzőm volt eddig, volt, meg vannak is olyan lányok most is, akiket lehetne készíteni versenyekre, de ők még nem állnak készen erre. Hitet és tévhitet. Nagyon sok mindent összetudunk olvasni az interneten, de azért mégiscsak jobb, hogyha tőled halljuk. Van olyan, hogy hiába örülünk a fogyásnak, hisz ha mozgás nélkül történik, akkor elsősorban nem zsírból vesztünk, hanem izomból. Ez igaz? Hát ebben a formában nem igaz, hogyha valaki nem edzett és úgy diétázik, tehát veszíthet súlyt, lehet zsír is. Tehát az izomzatában is fog valamennyit veszíteni, tehát nem lesz annyira feszes. Tehát, hogyha valaki csak étrendet kér, mert vannak ilyenek is, akik járnak hozzám, tehát nem edzenek, tehát vagy egészségügyi gondjuk van, vagy más miatt nem tudnak jönni edzésekre, nagyon szépen tudunk így is fogyni helyes étrenddel, tehát nem mondhatnám, hogy annyira veszítene izmot. Tehát egyértelmű, hogy ha sportolunk, feszesebb a test, tehát jobban néz ki, tehát egy sportosabb testet kapunk, mint hogyha edzés nélkül edzenénk. Ugye maga az edzés, az egy plusz kalóriafogyasztás, tehát mindenképpen ajánlok mindenkinek valamilyen mozgásformát. Ha a nők mellizom gyakorlatot végeznek, akkor ellaposodnak. Hát ez így a formában nem igaz. Tehát egyértelmű, hogy ha a fogyás történik meg, mivel a melleknek a nagy része ugye zsírszövetből áll, mindenképpen fogynak onnét is, de ez nem mindenkinél van ez így. A hosszú időtartamon keresztül végzett lassú tempói kardióedzés égeti a legtöbb zsírt. Igen, ezt aerob edzésnek hívják. Ugye van kardió, meg aerob edzés. Az a különbség a kettő között, hogy az aerob edzést azt egy kisebb púzusszámban, egy monotabb, egy sétálás, egy könnyű futás, egy 130-140-es púzusszámmal történik. Igen, itt történik egy nagyobb mennyiségű zsírbomlás a testben, bár nagyon sokan ezt utálják, mivel ez egy másfél órás mozgásnak kellene, nem mindenki bírja ki, ez nagyon monoton. De maga a zsíregetésnél, az én tapasztalatom szerint ez, ami a legjobban működik. Minimum 6-7 rendszeres edzés után látunk csak külső eredményt. Hát általában 1-2 hónapot, ha az ember jár, picikét elkezd feszülni, tehát tónusosabb lesz az izomzata, de hogy jelentős, látványos változás legyen, az minimum 1,5 év. Tehát ez minimum. Hogyha rendszeresen edz valaki, akkor, és abba hagyja hirtelen, akkor sokkal hamarabb tud súlyt felvenni, mint más. Hát ez is embertől függ, ez általában azért szokott megtörténni, ugye mivel van egy étkezésünk, van egy edzésünk. Az edzésnek ugye megvan a plusz energiafogyasztása, amikor abba hagyjuk az edzést, az étkezéseken nem változtatunk, tehát több energiát eszünk, viszünk be a testünkbe, amit elfogy, ezért igen, tehát mindenképpen meghiszhatnak az emberek, ezt látjuk is gyakran, de ha visszavesz az étkezésében, tehát kevesebb kalóriát fogyaszt, akkor nem biztos, hogy fel fog hízni. De izomvesztés mindenképpen hosszú távon az meg fog történni. Tehát a végső konklúzió az, hogy aki edz, az táplálkozzon is helyesen. Igen, igen. Nagyon szépen köszönöm, Károly.